Sziasztok, üdv újra a csatornámon! A mai videóban különféle smink termékeket szeretnék nektek megmutatni és beszámolni a tapasztalataimról. A közelmúltban rendeltem a Pink Pandáról egy nagyobb csomagot, sőt volt egy ilyen mystery bag ajándék is, tehát viszonylag sok Pink Pandás termék van most itt, illetve van egy pár olyan termék, amiket drogériákban vásároltam, Rossmannban, DM-ben, úgyhogy a mai videó sminkes videó lesz, ha ez érdekel titeket, akkor ne menjetek sehova. Akkor vágjunk is bele! A Pink Pandás rendeléssel fogom kezdeni, és utána fogom megmutogatni azokat, amelyeket ezenken felül vásároltam DM-ben és Rossmannban. Oké. Az elsődleges cél, ami miatt felmentem a Pink Pandának a web oldalára, az az volt, hogy ecseteket vásároljak, és mivel a Pink Panda durván nyomja a marketinget, folyamatosan kapom a hírleveleket is, illetve Facebookon is, meg Instagramon, meg mindenhol tolják az arcunkba, hogy most éppen milyen akció van, ami oké, szuper, de azért szerintem néha egy picit mások. Na minden esetre akciós volt most egy ecsetkészlet, ez az unikornis ecsetkészlet. Nézzétek el nekem, hogy nem takarítottam meg őket most a videó felvétele előtt, még csak egy párat használtam, és hát gondolhatjátok, mennyi időm van a két gyerek mellett, így nagyon rákészülni ezekre a videókra. Úgyhogy, bocsi, de van, amelyik most egy picit már koszos. Szóval 10 darab ecsetet kaptunk, 2990 forintért. Azt gondolom, ezt a pénzt megérte, de már teljes áron nem biztos, hogy megérte volna megvásárolni, ami szerintem ilyen 10 000 forint körül lett volna. Úgyhogy örülök, hogy megrendeltem, és örülök, hogy ennyi pénzért jutottam hozzá. Vannak benne ilyen kisebb fejű blender ecsetek, ilyen korrektor ecset, van ugye mindenféle pirosító, meg bronzer ecset, van ilyen legyező ecset, viszonylag tömör fejű ecsetek ezek, lehet velük szépen dolgozni, hiányolok egy picit nagyobb fejű ecsetet is belőle, tehát mondjuk egy púderecsetet, vagy egy nagyobb fejű pirosító ecsetet, de működik. A következő, amit a Pink Pandáról rendeltem, az egy szemöldök ceruza volt. Én nagyon szeretem a Catrice-nek, van ez a Micro Brow Pencil, talán ez a neve, ilyen nagyon-nagyon pici hegye van. Na ez az eyeliner, ez majdnem ugyanaz, annyi különbséggel, hogy ez drágább, és most akciós volt, egyébként azért rendeltem, fú, nem tudom mennyibe került, szerintem 2000 forint körül lehetett, és ez a Mid Brown árnyalat, teljesen jól működik, egyedül a Catrice-esben azt nem szeretem, hogy nagyon-nagyon hamar elfogy, ezt nem tudom meddig lesz jó, mert nem csavartam ki végig, ugye ennek ilyen hegye van, hát remélem, hogy egy picit tovább tart majd, mint a Catrice-es társa. Ami nem annyira tetszik benne, hogy egy picit meleg barna ez az árnyalat, ez a Mid Brown, most egy picit húzok a kezemre, hogy lássátok. Én meg jobban szeretem a hidegebb barna árnyalatokat a szemöldökömre, tehát ez egy ilyen barna szín. Nem rossz, el fogom használni, de szerintem vissza fogok térni a Catrice-es társához, mert annak jobb a színe, és valamivel olcsóbb is. De működik, szóval nem vagyok elégedetlen, nem kopik, elég tartós, pici feje van, én ezt nagyon szeretem, mert itt a szemöldököm tövében nagyon szépen tudok szálakat hamisítani vele, és nem volt drága, így akciósan. De teljes áron nem venném meg, és mondom, a színe is egy picit lehetne hidegebb arra. A következő termék, ez egy szemhítus, Revolution, Makeup Revolution. Egy filces tusról beszélünk, én ritkán szoktam kihúzni a szememet szemhétussal, pedig egyébként nagyon tetszik úgy a szemem, csak nekem eléggé mélyen ülő szemeim vannak, itt a szemöldökcsontom eléggé kiáll, és nem egyszerű nekem kihúzni a szemem. És hát nyilván filces tussal könnyebb egy fokkal, mint a folyékony tusokkal, de az a bajom a filces tusokkal, hogy nekem állandóan kifogy a hegyéből a festék. Ugyanaz a gondom ezzel is. Tehát szép fekete színe van, elég tartós, lehet vele dolgozni, nagyon tetszik, hogy ilyen jó hosszú, hát viszonylag hosszú, nem nagyon hosszú, de viszonylag hosszú a hegye, de ebből is ugyanúgy kifogy egy idő utána a festék, ahogy próbálom itt a sarkát meghúzni ennek a tusvonalnak. Úgyhogy nem vagyok vele 100%-osan elégedett, nem mondom, hogy nagyon drága volt, de azért nem a legolcsóbb, tehát mondjuk egy ilyen, nem tudom, Catrice-es, vagy Lovely-s, vagy ezek a tusok ugyanezt tudják, és olcsóbbak, úgyhogy nem tudom, még próbálkozom vele. A következő termék az ismét szemöldökre való, most nagyon rajta vagyok ezeken a szemöldök termékeken. Én egyébként tervezem, hogy ilyen microblading technikával kitetováltatom a szemöldökömet, ez igazából nem is tetoválás, hanem valami más ennek a neve, csak még egyelőre nem szántam rá magam. Ha valakinek így meg van csinálva a szemöldöke, írjon nekem, hogy megéri-e vagy sem, mert nekem nagyon aszimmetrikus a szemöldököm. Na szóval a következő termék szintén Revolution, ez egy ilyen szemöldök zselé, amit ha felkensz a szemöldöködre, a Maybelline-nek van egy ilyen terméke egyébként, és nekem meg is van ilyen. Tehát ez egy ilyen zselés festék, amit ha felkensz a szemöldöködre, hagyod megszáradni, és akkor valamennyi idő után le tudod húzni, és akkor befesti a szemöldököt egy pár napra, az tartós. Ma a Maybelline-t használtam, és azzal festettem ki a szemöldökömet, mutatom közelről. De ugyanazt tudja, mint ez. Ez talán egy kicsit lassabban szárad, ami nekem annyira nem tetszik, mert a Maybelline-nél szeretem azt, hogy felkenem, és kb. Utána megcsinálom mondjuk a szemsminkemet, addigra meg is szárad, lealapozom magam, tudom úgy lealapozni magam, hogy nem ragad bele a festék mondjuk az alapozó szivacsba, hogyha így a szemöldökömön is végigmegyek, és aztán mire kész a sminkem, csak lehúzom, és működik. Ma a Maybelline-t használtam, mondtam. Ez a Revolution, ez lassabban szárad, de körülbelül ugyanazt tudja, körülbelül ugyanolyan tartós, legalábbis én ezt tapasztaltam. Működik igazából. Szerintem árban nem tudom, hogy mennyi különbség van a két termék között. Talán a Maybelline olcsóbb, de nem vagyok benne biztos. Hát nézzétek meg, igazából Pink Pandáról ezt is be tudjátok szerezni. Mondom, kb. Ugyanazt tudja, mint a Maybelline. És ez a Dark Brown. Ezt nem mutattam, ez a Dark Brown. A következő termék, és igazából ez volt a másik olyan termék, ami miatt ellátogattam a Pink Pandának az oldalára, és ez nem más, mint a Makeup Revolution-nek a The Emily Edit palettája. Azt kell tudni erről a palettáról, és ez volt a fő oka annak, hogy ezt megvettem, hogy ebben igazából minden megvan, hát majdnem minden, ahhoz, hogy egy komplett sminket készíts. Tehát vannak benne szemhéjpúderek, van benne egy sima, hát bőrszínű púder, van benne bronzosító, pirosító és highlighter. És van benne egy elég nagy tükör. Szóval ez egy ilyen nagyon kis kompakt megoldás akkor, hogyha mondjuk csak egy terméket akarsz használni, mondjuk ha utazol például, és nem akarsz magaddal vinni külön bronzosítót, pirosítót, highlightert, szemhéjpudert, meg még púdert is. Nyilván alapozót, meg szemhítust nem, meg szemceruzát nem tartalmaz, de ilyen porrálagú termékeket szinte mindent, és mi azért szoktunk utazni vidékre anyukámékhoz, szüleimhez, és akkor meg tök jó, hogy nem kell ezeket külön magammal vinnem. Jó, hozzáteszem, én azért nem mindig használok például szemhéjpudert, mert nekem ilyen 2D-s szempillám van, az elég ugye úgymond szemsminknek, tehát nem mindig szoktam sminkelni a szemem, de ha akarom, akkor ez tök jó, és az is tök jó, hogy van benne nagy tükör, az is tök jó, hogy van benne bronzosító, pirosító és highlighter. Na, a mostani sminkem ezzel a palettával készült, csak és kizárólag, tehát a szemhéj festék, vagy a szemfestékem, a pirosítóm, a bronzosítóm és a highlighterem, az csak ez. Mutatom közelről. Szerintem elég jó lett. Mit gondolok róla? Teljesen jól lehet használni, kellően pigmentáltak a színek. Igazából egyetlen egy dolog van, ami negatívum, ez az a nagyon sötét, hát nem nagyon, de viszonylag sötét, ilyen picit csillámos, sötét szürke grafit szín, ez foltos. Tehát, hogy ezt nem tudod annyira szépen eldolgozni. Most ugye nekem itt a külső szemzóba ez a szín van, de ugye én építettem fel a színeket, tehát több színt is használtam a szemfesték elkészítésekor, és a legtöbb szín, sőt, igazából mindegyik szín tök jól eldolgozható, kellően pigmentált, de ez az egy sötét, ez a legsötétebb szín, ez bárhogy próbálkozom vele, ez nekem egy picit mindig foltos lesz. nem azt mondom, hogy egy szuper ecsettel és szuper technikával nem lehet ezt megcsinálni jól, csak nekem se szuper ecsetem, se szuper technikám, se szuper tehetségem nincs ehhez, meg türelmem pláne, de azért igyekeztem úgy jól megcsinálni, hát láttátok, hogy milyen lett, szerintem teljesen jó, és szeretem ezt a palettát, tehát tetszik igazából a pirosítója is, mert szerintem ez a szín, ez kb. Mindenkinek jól áll, picit ilyen korallos, picit barnás, picit rózsaszínes piros, csak sikerült kimondani, tehát se nem túl rózsaszín, se nem túl barna, se nem túl piros-piros, és ez a szín, ez azért viszonylag univerzális. A highlighterre is szép fényt ad, nem azt mondom, hogy nincs jobb highlighterem ennél, de teljesen jó, és én mostanában rákaptam arra, hogy a pirosítót úgy viszem fel, hogy keverem a pirosítót meg a highlightert, hogy igazából az egész almácskának adjak egy fényt, és tök jó benne a tükör, tehát utazáshoz szerintem ez egy szuper termék. Meg hát, ha csak egy terméket akarsz használni, ahhoz is szuper, és nem kell előkapnod mindenféle dolgot. Egyébként egy dologban nem mondtam igazat, mert a szemem alatt a korrektort nem ezzel a puderrel fixáltam, ami benne van, hanem a Rimmel Stay-Matte puderével, én annál jobbat még mindig nem találtam. És akkor menjünk is tovább. Azt hiszem, hogy ennyit rendeltem, amit én választottam. És akkor nézzük a mystery baget. A mystery bagben volt egy szemöldökcsipesz, nem fogom túlmagyarázni, teljesen jó, szemöldökcsipeszből meg sosem elég. Volt benne egy körömreszelő, ez is szuper, teljesen jól működik ez is. Volt benne egy rúzs, egy szintén Makeup Revolution rúzs, ami, jól mutatom, ami egy piros rúzs. Na most ez az a piros, amit, vagy inkább bordó, amit én nagyon-nagyon ritkán használok. Tehát, meg egyébként szerintem mindenki ritkán használ, mert ez egy ilyen, nem az a tűzpiros, nem is rózsaszín, hanem valahol a kettő között van. Nem igazán vagyok oda ezért a színért. Tehát szerintem keveseknek áll igazán jól ez a szín, ez a rózsaszínes piros. Se nem nagyon sötét, se nem világos, hanem ilyen, nem tudom, nekem nem annyira jött be ez a szín. Cserébe én mikor felkentem és viseltem, nagyon kényelmes viselni, ez nem matrús, tehát van egy pici fénye, hát ebből most így sokat nem, ha így látjátok egy picit, van egy pici fénye, és nem is szárad matra, nagyon kényelmes viselni, tehát ez mindenképpen mellette szól. Fogalmam sincs egyébként, hogy ez milyen rúzs, annyi van ráírva, hogy lipstick és passion. Ennyit látok, de hogy most a Makeup Revolutionnek ez melyik rúzsa, azt nem tudom. Na minden esetre lehet, hogy fogom majd, mit tudom én, egy buliba, vagy egy esti programhoz majd magamra kenem, de szerintem vannak ennél jobb színű, sötétebb, bordós-piros rúzsaim, szóval még nem tudom, lehet, hogy elajándékozom. Jó, akkor szintén a mystery bagben volt, és ennek nagyon örülök, egy paletta, egy szintén Makeup Revolution paletta, és ami igazából, ez egy pozitív vagy kellemes csalódás nekem, közben visszakapcsolom a baba kamerát, mert lefagyott. Ami nekem kellemes csalódás volt ebben, hogy tehát ezek a májvás, narancsos, pirosas színek, ezek olyanok, amiket azért úgy nem annyira gyakran használsz hétköznapokra szerintem. Biztos van olyan, aki imádja ezt a színkombinációt, és nagyon sokat használ ilyen színeket a szemére, én nem tartozom ezek közé, és mikor így megláttam, akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor megint ott lesz egy paletta, amiből alig fogok használni pár színt, és alapvetően ott fog porosodni a polcon. De mikor kipróbáltam, mondjuk főleg ezeket a barnásabb árnyalatokat használtam, mikor sminket készítettem, meg ezt a világos szatínfényű rózsaszínt, olyan szép sminket tudtam belőle csinálni, és most ez tényleg nem az én érdemem, hanem tök jó a paletta, nagyon szépen pigmentáltak benne a színek, könnyű eldolgozni, nem porzik, le a kalappal. Ebben jobbak szerintem a festékek, mint az előző palettában. Persze nem mondom, hogy abban rosszak, de ezt talán könnyebb volt használni szemsmink elkészítésekor, és egy nagyon szép sminket össze tudtam belőle hozni, úgyhogy örülök, hogy ezt megkaptam ajándékba. A következő termékeket pedig DM-ben, Rossmannban vásároltam, szerintem vegyesen. Kezdjük az elején egy púderrel. Ezt a púdert sokan szeretitek, Essence. fehér púderről van szó. Én kerestem egy alternatívát a Rimmel Stay Matte transzparens púderére, mert kb. Évek óta azt használom szemem alá a korrektor fixálására, és hát már egy kicsit unom, szóval tök jó lenne valami mást is. És ezt sokan írtátok rémán ilyen, hogy ez működik oda. Kipróbáltam, nekem nem működik. Tehát a Rimmel Stay Matte transzparens púderében pont azt szeretem, hogy 1. Nem ül bele a ráncaimba, 2. Nem színezi át a korrektor színét, tehát nem lesz se sárgább, se barnább, se fehérebb, se semmilyen, hanem igazából, ha színt is ad neki, az csak annyi, hogy egy ilyen szép szépen egységesíti igazából itt a bőrt, hogy ugye itt a szemed alatt van egy elszíneződés, itt már más szín a bőröd, és a púderrel meg az egész egy ilyen egységesebb színt kap. Ezt szeretem benne, de az egy világos, egységes szín. Tehát nem oxidálódik igazából, és nem színézi el a korrektort. Na, ezt sem oxidálódik, és igazából ezt sem éreztem, hogy beleülne a ráncokba, bár szerintem a Rimmel az jobb ilyen szempontból is, de ami nekem nem tetszett, hogy ez ad egy fehéres színt. Na most, akinek sötét a szeme alatt, ott van egy elszíneződés, az lehet használ egyébként ilyen színkorrekciós korrektort is, tehát általában azt szokták mondani, hogy ez ilyen lilás elszíneződésre narancsos színű korrektort javasolt használni, mert az ugye kiüti azt a színt, és ugye arra viszed fel magát a bőrszínű vagy testszínű korrektort, akkor nem fog átütni alóla ugye az a lilás elszíneződés. Nekem nincs ilyen narancsos korrektorom, meg egyébként próbálkoztam vele, de valahogy nem tudtam úgy megcsinálni, hogy az jó legyen, mert túl sok volt a termék, akkor az beleült a ráncaimba, szóval sehogy nem volt jó, úgyhogy elengedtem ezt a dolgot. De ezzel meg az a bajom, hogy elszínezi a korrektort, mégpedig egy fehéres színt ad neki. Ráadásul, mivel nem egy ilyen sárgás színnel megyünk fel a korrektorra, hanem fehérrel, még inkább én azt éreztem, hogy átüt alul a lila. Most ezt nem tudom, hogy értitek, hogy mire gondolok, tehát nem adta meg azt az egységesítést, amit a Rimmel púderrel megkapok, hogyha a szemem alatti karikák elfedéséről van szó. Azt hiszem ennyi. Szóval még nem tudom, lehet, hogy próbálkozom vele, vagy veszek egy ilyen narancsos korrektort, és akkor azzal megpróbálom, mert tök jó lenne, ha nem csak azt használnám állandóan, hanem valami mást is. Írjátok meg, hogyha nektek ilyen problémátok van, nektek hogy vált be, hogyha ilyet használtok. Oké. A következő termék akkor legyen megint egy púder, ez a Maybelline-nek a Fit Me púdere. Én nagyon szerettem volna ebből beszerezni a nem préselt változatot, hanem a porállagú változatot, de azt nem találtam sehol drogériában Magyarországon, úgyhogy megvettem ezt a préselt változatot a 115-ös Ivory színben, és ez egy szuper kis púder, igazából most ezt vittem fel ide a középső területekre, meg itt alul egy picit, mert túlszaladt a pirosítóm, és hülyén nézett ki. Beauty blenderrel oda egy picit úgy felütögettem, hogy elfedjem, mert itt lecsúszott a pirosítóm, így most nem látjátok, de egy szépen elfedte. Igazából eléggé tartósá teszi a sminkem, nem látszik, hogy púder van rajtam, nem nagyon tudok róla rosszat mondani, annyi, hogy szem alá ezt se tudom használni, mert ez is elszínezi a korrektort, és ilyen sárgás színt ad neki. Menjünk tovább. A következő termék egy alapozó. Én egy ideje keresek egy olyan alapozót, aminek van egy fénye, de matt. Tudjátok, rúzsokkal is, vagy hát aki követi a csatornát, és látta így az elmúlt időszakban az ilyen sminkes videókat, azok tudják, hogy most rúzsba is nagyon rákattantam erre, hogy matt rúzs, de van egy fénye. Ami most az ajkaimon van, ez is az, mindjárt fogok róla beszélni. Na most alapozóban is ilyet keresek, vagy olyan terméket, amivel el tudom ezt érni alapozóba keverve, és rátaláltam erre a L'Oreal Infallible 24 órás Fresh Wear alapozóra, ami ugye azt ígéri, hogy ad egy ilyen természetes, fényesebb finist, de közben meg tartós, meg nem kenődik, meg nem tudom. Összességében nem rossz az alapozó, de azért van egy-két dolog, ami nem tetszik benne. Például én a 120-as vanilla árnyalatban vettem meg, és az olyan sárga, hogy én nem is tudom, hogy kinek ilyen színű a bőre. Szerintem olyan ember nincs, akinek ilyen színű a bőre. Nekem alapvetően sárgásabb az alaptónusom, és nem rózsaszínes, de mondjuk úgy, hogy inkább a neutrális, sárgás-neutrális. Ha önbarnitót használok, akkor tudom használni ezt az alapozót úgy, hogy mondjuk használok bronzert hozzá bőven, meg talán még bekeverek valami barnásabb alapozóból belekeverek egy kicsit, és akkor úgy tudom használni. De hogyha nem használok önbarnitót, akkor ez annyira elült a bőrszínemtől, annyira sárga, én nem is értem, és ez a legvilágosabb árnyalat, ami drogériákban elérhető, vagy legalábbis én nem láttam ennél világosabbat. Egyébként matraszárad, viszonylag szép a finise, én azt mondanám, hogy egy közepes fedést ad, jobban szeretem a Catrice-es alapozómat, és jobban szeretem a L'Oreal Infallible 24 órás matító alapozómat is, meg nyilván a Fenty Beauty alapozómat is jobban szeretem. Nem csak a színe miatt, hanem alapvetően kicsit sok sebből vérzik ez az alapozó, még úgy is, hogy összességében nem rossz. Szerintem így bekeverve el fogom használni nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt. Ennyi. A következő termék, akkor legyen megint egy csalódás. Ez a Maybelline-nek, ez a Superstay Matte Ink rúzsa, és abból én a 60-as poet árnyalatot vásároltam meg, ami, amikor felkentem ide a kezemre, nagyon tetszett a szín, mert ilyen matrúzsom, mármint ilyen színű matrúzsom nincsen, róla van szó, és ez egy ilyen nude, barackos barnás árnyalat. De mikor itthon magamra kentem, hát megállapítottam, hogy ez életem legrosszabb folyékony matrúzsa, úgy, hogy van nekem, nem tudom, 500 forintos folyékony matrúzsom is, azt hiszem, hogy River de Loop Young márkától, ő az. Már le van kopva, hát igen, nem is látom, hogy hol van ennek a... Igen, Rimmel, tehát például ez a rúzsom, matrúzsom, ez sokkal jobb, és ez volt vagy 500 forint kb. Ez meg nem tudom mennyi, 2000 forint körül van talán, felkenem, nem szép, nem szépen terül, kezdjük azzal. Megül nagyon a számon a ráncokban, jó, lehet, hogy már én vagyok öreg, és nem olyan szép dús ajkaim vannak, mint mondjuk egy 16 évesnek, de ez borzalmasan nézett ki, és hát az nem a termék hibája, de ez a szín nekem nagyon rosszul áll, nagyon öregít ez a világos szín. Úgyhogy próbáltam úgy, hogy egy sötétebb ajakkontúrceruzával gyakorlatilag beszíneztem a számat, tehát nem csak ugye a kontúrt rajzoltam meg, és akkor arra vittem fel, hogy egy picit sötétebb legyen, de igazából úgyis a finise annyira pocsék volt, hogy azt mondtam, hogy majd még próbálkozom vele, jó? Mert én Krémánián olvastam, és ott elég vegyes értékelést kapott, és volt, aki azt írta, hogy nagyon szereti, szóval... De az is lehet, hogy csak ez a szín ilyen. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok róla. Nekem ez nagyon nagy csalódás. A következő termék, akkor legyen egy primer. Catrice-es, akciós volt egyébként, és valószínűleg sejtem, hogy miért. Tehát ez egy ilyen... fényt adó primer. Van, aki egyébként highlighterként használja, ennek is ilyen pipettás kiszerelése van. Én nagyon picit most viszek fel ide, és elkenem, és hát meglátjuk, hogy fogjátok-e látni, hogy ha itt elkenem, akkor ez egy ilyen milyen fényt ad. Lehet, hogy nem. Pláne, ha nem ég ki a kép. Hát, igen, így talán láttok belőle valamit. Háromféle módon próbáltam. Próbáltam primerként, tehát felvittem az arcomra alapozó előtt, aztán az alapozót, semmi nem látszott belőle, pedig nem keveset vittem fel. Tehát alapozó előtt szépen fény lett tőle az arcom, de alapozó után semmi nem látszott. Próbáltam úgy, hogy a Catrice-es HD Liquid Coverage alapozómba belekevertem szintén nem kis mennyiséget, csak annyit csinált, hogy rontott az alapozó állagán, tehát utána nem volt olyan szép finish az alapozónak, de úgy se láttam azt a fényt, amit szeretnék. Próbáltam highlighterként, de úgy meg annyira nincs fénye, hogy az is bukó. Szóval írjátok meg, hogyha ilyenetek van, hogy ki hogy használja, és kinek hogy vált be, mert nekem eddig sehogy. Pedig nagyon szeretném. Annyira szeretnék egy olyan terméket találni, amit vagy primerként, vagy hogyha az alapozóba belekeverem, akkor ad egy ilyen szép, egészséges fényt az arcomnak. Nem ezt a porcelánbőrt, mint amit el lehet érni a különböző matt alapozókkal, amit én nagyon szeretek egyébként, csak tök jó lenne néha egy picit ilyen frissebb, nem tudom, kinézet, nem a porcelánbaba kinézet. Úgyhogy... várom a kommenteket ezzel kapcsolatban. A következő termék, az biztos sokan ismeritek, Maybelline? Labellino. Nekem ez a nem tudom milyen ízesítésű zöldás, vagy valami ilyesmi. Pont akciós volt a DM-ben, és annyira cuki ez a koncepció, hogy így csinálják meg az ajak ápolót, hogy hát úgy voltam vele, hogy végül is úgyis fogyóban vannak az ajakápolóim, akkor beruházok egy ilyenre, pláne, hogy mondom, olcsó volt. Nagyon szeretem, sőt, Gergő is rákapott, úgyhogy ő is ezzel kenél száját reggelente, és tök jó illata van, jó ez a, nem tudom, teafa, vagy zöld tea, vagy valami tea, azt hiszem, de majd kiírom, hogyha tévedek. Na, szóval ő is van. A következő ajakra való termék, DM-es saját márka, ez a 183 nap, hát ez valami speciális limited edition, azt hiszem, de javítsatok ki, ha tévednék, és abból ez a Shimmer Matte Lip Cream, tehát ez egy matra száradó folyékony rúzs, ami ebben szuper az, hogy van egy fénye, és most ez van az ajkaimon. Hát a fény, jó, van fénye, de nem sok. Tehát igazából nagyon tetszik a színe, mert hát ugye ez egy ilyen májvás árnyalat, de van benne egy picit, nem is tudom, egy ilyen duokróm jelleg, tehát a csillogásában van, már amennyire ez csillog, vagy a fényében van egy ilyen barnás, nem is tudom, núdos szín, duokrom, értitek? Ez is lerobbanthatatlan, tehát egyik nap Sophie kirúzsozta magát vele, és olívaolajjal szedtem le az arcáról a rúst, meg utána micellás vízzel. Csajok. Mégis nem rossz, tehát fogom én ezt használni, mert egyébként nagyon hasonló a mekes rúzsomhoz, egyébként a színe is, ha megnézitek, de a mekes egy picit sötétebb, meg a mekesnek sokkal szebb a fénye. Most egymás mellé kennem, hogy lássátok a különbséget, szerintem úgy az a másik kezemre, úgy az jól fogja érzékeltetni a különbséget, meg egyébként kicsit nehéz egyenletesen felvinni az ajakra. Jó, akkor itt a mekes, hát látszik is a különbség pigmentáltságban, nem kicsit. Hát egyet tippelhettek, hogy melyik a mekes és melyik a DM-es. Sikerült? Igen, ő a mekes rúzs, és ő a DM-es rúzs. Tehát látjátok is, hogy ezt nem is tudtam olyan egyenletesen elkenni, mint a mekes, annyira pigmentált, hogy abból egy sokkal kevesebb elég ahhoz, hogy nagyon szép finist érjétek el. Na, szóval igazából nem rossz, fogom használni, jó alternatívája a mekes rúzsnak, de ha annyiban jobban tetszik, hogy picit világosabb, a mekes az picit sötétebb, és így hétköznapokra inkább ezt viselném, és nem ezt. De majd lehet, hogy bekeverem, vagy valami ilyesmivel lehet, hogy próbálkozom. Ezt most a MAC-ben dolgozók nem hallották, mert ha ezt meghallották, akkor tuti kinyírnak. Na, ennyi terméket vásároltam a közelmúltban. Összességében mindegyikkel elégedett vagyok, amelyikkel nem, azt meg majd elajándékozom, vagy majd kitalálom, mit csinálok vele. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és van az a kis csengő, azt ha megnyomjátok, akkor kaptok értesítést arról, ha felrakok egy videót, szóval meg lehet nyomni. Megtaláltok ezen kívül a Facebookon, az Instagramon, a Pinteresten és a Snapchaten is, utóbbi kettőn nem vagyok túl aktív, tudom, de megpróbálok ezen változtatni, glamify.hu néven. Hamarosan ismét jelentkezem, most készül egyébként egy olyan vlog a gyerekekkel, ami egy egész hetet mutat be, egy egész hetünket, úgyhogy most búcsúzom, és vigyázzatok magatokra, köszönöm mindenkit, sziasztok!